Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Végre eljött az idő, hogy csomagoljunk. Mit fogunk kicsomagolni? A YouTube díja, gyerekek, végre megérkezett, már annyian kérdeztétek live-okon, meg videók alatt, hogy mégis mikor fog megjönni, de most ezt elmondom gyorsan még egyszer így dióhéjból, hogy ez hogy történt, hogyha valaki nem tudna, hogy ez hogy működik, de most úgy volt, hogy én nyár elején ugye elértem a 100 000-et, és ugye úgy van, hogyha eléred, akkor nem egyből villan fel az a kis ablak, hogy te díjra vagy jogosult, hanem az 2 hónap volt ugye, amíg nekem az ott előugrott az a kis ablak, illetve másfél hónap, illetve pontosabban. És ugye igényeltem én ezt július végén, és azt írták, hogy 6 és 12 hét között, ugye hát az ilyen 3 hónap körülbelül, ami nagyjából úgy is lett, mert ugye október vége van. Úgyhogy ez durván olyan 5 hónap átutási idő volt, ami azt mondom nem egy rossz dolog, tehát én azt mondom én még jól jártam, mert valaki mondjuk 1 évet várt rá, stb. Úgyhogy gyerekek, ez az 5 hónap ez teljesen jó volt, meg azért ez mégiscsak az amcsiktól jön ez a csomag és nem a szomszédból. Úgyhogy azért gyorsan megmutatnám, hogy kb. Mekkora a doboz, most én nem fogom megmutatni közelről, mert rajta van a nevem. És még a végén meglátjátok, hogy Tamásnak hívnak. Ja igen, ez most itt a bátyámnak a kecója, és hát már volt, már most már pont költöznék, csak otthon nem akartam, egyébként a bátyám veszi a videót, úgyhogy... Na, gyerekek, ugorjunk akkor neki, nézzük ezt a YouTube díjat, már nagyon kíváncsi vagyok rá, ugye mindenki tudja, hogy fog kinézni, de azért, na, azért ez mégiscsak az enyémé, mégis azért más érzés, úgyhogy igen, Olfa, reklámozzuk. Ez milyen Olfa egyébként? Nincs ráírva a márkája, mindegy, ilyen tök jó, azt egy ez kezd kegyetlenül vághallod, megőrülsz. Így szépen elvágjuk. Igen, mindig érdemes visszacsukni, mert volt a kömüvesünk, az berakta mindig a zsebébe úgy, hogy ennyire kilógott, figyelj, ennyire. Aztán, amikor nyúlva bement a körme alá, azt ne félj, akkor volt csikítás. Na, gyereket nézzük. Azt már látok egy YouTube feliratot, hoppá. Így. Azt a menni, kérem a kameramen, hogy nézzétek. Ó, hát ezért megérte. Ezt figyeld! Figyeld mekkora, hallod? Ezt a mindenét, hát hihetetlen gyerekek! Már ezért megérte ezt, rakom el, hogyha majd mondtam valami majd földegesít, akkor majd erre jó lesz. Gyerekek, ezt nézzétek meg, egy kicsit leveszem róla, mert kicsit ilyen morzsás. Vett két, hogy ezt kiveszem. Jó, csak ennyi, aha, ezt nézzétek, itt van. Vajon mi lesz benne? Nézzük. Szépen leemeljük. Ja igen, GameZone-os póló, hát egyértelmű. Szépen ide letesszük. És ugye itt van egy ilyen kis A4-es cuccos, ugye. Ahol leírják, hogy gratulálnak, stb. Most nem fogom mindit lefordítani angolul, de tök jó, mert ugye van egy ilyen kis aláírás, hogy gratulálnak, meg mit tudom én. Nézzük meg. Hát gyerekek, ezt nézzétek. Nem azt ezt. Nem, egyébként nem a szarvéze. Hát gyerekek, hát ezt megőrülsz. Hát ez kegyetlen jól néz ki. Azt a mindent, mondjuk kicsit ilyen poros. Aha, igazán, igen, nem, hát ennek a szivacsnak igazából a lejött ilyen kis darabkái. De egy a lényeg, hogy nincsen megsérülve, így szépen benyúlunk alá. Hát gyerekek, ez valami eszméletlen. Váltok. Kicsit lefújjuk, mert tényleg ráment így a szivacsnak a valamilyen, ez ami eszméletlen, jó néz, kezd nézzétek. Ilyen képeket szoktak vágni, nem? Vagy ilyen csorbánosan, hogy tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, ez a díj, köszönöm szépen önöknek. Nézzétek meg a hátulját, és nem akármilyen hátulja van. Én azt hittem, hogy rendes ilyen fa hátulja van, de nem, ezt nézzétek. Ez ilyen teljesen jó, ilyen szövet hát, hogy még ez se sérüljön meg, ugye itt lehet felakasztani. Hát ezt nézzétek, hát hihetetlen jól néz ki. Nézzétek meg, most megnézem, hogy a üveget, hogy jó a helyén van, ugye volt ma, akinek már szét volt jöve, ugye ez a kis, mi az már, ez a gomb, ugye így le volt jöve, meg ugye ki volt jöve a csavar, de hát szerencsére én jót kaptam. Ugye ki is lehetett választani, hogy mit írjunk rád, most a GameFather-t nem írtam rá, mert azért csak GameZone 05-ként kezdtem, meg hát azokhoz a GameFather, meg ez egy olyan kis és mellékes név, úgyhogy igen, és ugye ott írják, hogy gratulálunk a 100 000 elért feliratkozóhoz. Úgyhogy gyerekek, ez biztos, hogy ott lesz fönn a falamom, 100%, középen, hogy mindig lássam, úgyhogy
Igazából szeretném gyorsan visszarakolni, hogy legyen valami baj, esetleg még hazaérek, úgyhogy tényleg köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatott. Ugye, ha úgy veszek, akkor durván 4 év alatt lett meg ez a díj, mert 2012 nyarán kezdtem el úgy videózni, hogy hát úgy, ahogy komolyan vettem, és én raktam fel a videókat. Előtte csak ilyen, hát nem azt, hogy hobbi szinten, de csak így néha föltettem egy-két gameplayt, mert mondjuk pont jól esett. De hogyha megnézzük, azért 4 év alatt jött össze, úgyhogy tényleg köszönöm szépen először is nektek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben segített, támogatott így a 4 év alatt. Ugye családtagoktól elkezdve mindenki, ja igen, ugye a csapatot nehogy kiadja, igen, a csapatnak is nagyon szépen szeretném megköszönni minden tagjának, hiszen ezt azért nekik is köszönhetem, hogy ilyen fantasztikusan jó partikat meg videókat tudtunk csinálni, és ugye ezáltal lettem én is ilyen nagy ember a YouTube-on, úgyhogy tényleg nagyon szeretném megköszönni nektek, óriásiak vagytok, és igazából tényleg mindig kell ez a pozitív megerősítés minden olyan embernek, aki ilyen vagy videós, vagy ilyen, hogy mondjam, ilyen előadó, művész, mondjuk én pont nem vagyok az, de mindegy, de tényleg kell, mert hogy is mondjam, tehát hogyha az ember nem kap pozitív megerősítést, akkor az ember nem csinálja úgy, nem csinálja olyan lélekkel, olyan odaadással, úgyhogy egy biztos, hogy én erre föl fogok nézni majd erre a díjra, majd a falamon, akkor eszembe fog jutni mindaz a sok szép e-mail, amiket kaptam tőletek, biztató levelek, hogy leírtátok, hogy valakinek a depresszióból sikerült ugye kikerülni a videóim által, amire én nagyon büszke vagyok, és igazából az összes ilyen levél eszembe fog jutni, és eszembe fog jutni a mosolyotok, a nevetésetek, amit így néha elképzelek magamból, hogy vajon hogy szoktátok nézni az én videóimat, illetve az arcotok, mert azért már jó sok emberrel találkoztam már ugye Playten, de még ugye, hát ugye feliratkozóhoz képest nem sok, mondjuk, hogyha mondok egy olyat, hogy 1000 ember, de azért mégis találkoztam sok emberrel, sok rajongóval, és ők is eszembe fognak jutni, amikor odajöttek is, ugye izgulnak, stb. Meg ugye a mosoly az arcukon az nagyon fontos, úgyhogy én nekem erről a díjról az fog eszembe jutni, más nem fog eszembe jutni, csak tényleg az, hogy sok, hát ugye az, hogy amit csinálok én a YouTube-on, az jó, és ezzel nektek is úgymond segítek, felvírítalak, ugye színessé tesszük a szürke hétköznapokat, úgyhogy valami ilyesmi fog nekem eszembe jutni. Vágunk közel jó fejet, mint a politikusok. Vagy egy Nobel-díját, az is valami ilyesmi, ne? Vagy nem tudom, milyen a Nobel-díj. Ilyen üzékkel. Ja, igen. Kézfogás. Úgyhogy gyerekek, hogy is vagyok, hát itt küszkörök a könnyémmel, de sírni nem fogok, mert az egy videóban nem sírok, nem csak videón kívül. Meg így emberek előtt sem szoktam, úgyhogy, de tényleg nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni nektek még egyszer a bíztatást, a sok szeretetet, amit ti adtok így a kommentekbe, az e-mailekbe, amikor találkozunk, és ezáltal én is tényleg még nagyobb erővel tudom ezt csinálni, úgyhogy egy biztos, nincs megállás, ugye ahogy már mondtam is itt nyáron, bármi történik, ugye volt, hogy eltört a kezem, fordítok, ugye a gyerekek, nincs ami az utamba áll, hogy benneteket megnevettesselek, úgyhogy jönnek a videók 1000-rel, ennyi lett volna a YouTube-di unboxing, és hát akkor köszönöm szépen a YouTube-nek is tényleg, ja, pont neki nem köszöntem meg, szóval ugye köszönöm, mondjuk úgysem nézik meg a videót, de mindegy, szóval köszönöm szépen a YouTube-nak is ezt a díjat, ami igazából tényleg azt jelképezi, hogy az ember valamit csinált ott a YouTube-on, tehát valamit ott maszatolt a YouTube-on, mondhatjuk így, de ez tényleg nagy elismerés nekem, és igazából ez az elismerés ez igazából nektek is jár, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyit van a YouTube-i unboxing, és jönnek a videók 1000-rel, köszönöm a bátyának, hogy felvette a videót, és biztosította ezt a kéglit, mert még elköltöznek, hogy fel tudjuk venni ezt a videót, sziasztok! GameZone 05 termékek a videósbolt weboldalán.